Felszentelték a megújult türjei gyümölcsoltó boldogasszony templomot, amit a munkálatok miatt 2018-ban bezártak. Az ünnepségen résztvevőket szerzetesek által vezetett túrákon avatták be a több száz éves épület történetébe. Mutasson nekem valaki egy embert, aki a Dorfmeister freskót, ami mondjuk az országban, amikor készült, az első három legkeresettebb és legminőségi művész között volt, levakarná azért a falról, hogy megnézze, hogy mennyi maradt az alatta lévő középkori festményből. Ennek a templomnak ez az igazi nagy szépsége is, meg dilemmája is. A letűnt korok a kivitelezés alatt többször visszaköszöntek, köztük az alapító Dénes bán nyughelyének feltárásánál. A síron az Árpádház címere rokonságot feltételez a királyi vérvonallal. Ő szlavón bán volt, azaz szlavón herceg, Szlavónia hercege. Ez egy nagyon, én, aki nagyon történelemszakos tanárként is nagyon örülök, hogy ez most így be lett azonosítva, és itt van. De nyilván sok szép dolog van, ami a személyes kedvencem, az a Dorfmeister Pista bácsi festette fel, az a kis német vadászkutya, aki ott áll a szűzanya eljegyzése jelenetnél. A templomot 1 670 000 000 forint állami hozzájárulásból renoválták. Az államalapítás hétvégéjén a felszenteléssel egy időben szervezték a premontrei napokat, ahol családi programok és a helyiek produkciói szórakoztatták az érdeklődőket. Közvetlenül a Szent Misa után egy gyönyörű koncerten vehettek részt a kedves testvérek, mindannyian érdeklődők, akik itt voltak, hogy az új felújított orgona szólalt meg először, és egy CD bemutató is volt. A Zalaszkendulóti Fúvószenekar, a Szent László Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora és egyéb különböző rendezvények, amelyeket a helyi csoportok, közösségek mutatnak be. Mivel a szolgáltatások bővítése fontos a premontreieknek, a munka folytatódik. A Prépostság Türjei épület együttesének felújítása és turisztikai célú fejlesztése több mint 3 milliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatással valósulhat meg. A látogató központ a tervek szerint 2023 őszére készül el.